szebbnél szebb lovak, ügyesebbnél ügyesebb gyermekek, egyre magasabb színvonal. Több száz fő érdeklődő részvételével zajlott egy igazán jó hangulatú és látványos rendezvény. Abból három megyéből érkeztek lovasok, körülbelül 90 gyerek lovas méri ma itt összetudását. Ugye a lovazás ez nem egy olcsó sport, de azért itt a településen is körülbelül 10 gyerek, aki rendszeresen jár edzésre és hát szerepel. Még látni a fiatal versenyzők arcán az izgalmat, de minél több ehhez hasonló megméretetésen vesznek részt, annál magabiztosabbak és önállóbbak lesznek, vallja a versenybíró. Tehát öröm azt tapasztalni, hogy egyre több gyerek van tehát egyre több gyerek startol el a pályán, és az szomorú viszont, hogy egyre több a lány közöttük, tehát mondhatnám azt, hogy 90% a versenyzőknek lány. Jó a színvonal, tehát a múltkor is voltunk egy ilyen versenyen, vagy voltam bíró, tehát ahhoz képest is javulnak, tehát ezeket a gyerekeket minél több versenyre kell elvinni ahhoz, hogy tapasztalatot szerezzenek, illetve hát meg tudják azt, hogy mivel jár egy ilyen verseny, milyen idegeskedéssel izgulnak, nem mernek a pályára bejönni, és a többi, ezek meg fognak egy idő után szűnni. Megtanul egyszer, hogy hívják ott rendet tartani maga körül, megtanulja azt, hogy egy állattal bánik, és az ugyanúgy viselkedik, mint ahogy mi viselkedünk vele, tehát ez viszonozza, és szerintem nagyon nagy önfegyelemre tanítja a gyerekeket, és idővel bízunk benne, hogy mint felnőtt emberek is ugyanúgy fognak viselkedni. A bátor gyerekek többféle korcsoportban és versenyszámban is indultak. Hát egy durván itt ezen a verseny körülben van 7-8 kategória. Ezek a kategóriák a legkisebbektől a legnagyobbik. Ugye ez attól függ, hogy milyen színvonalon vagy szinten lovagolnak a lovasok. Van az alapszint, egy kezdő futószáras, ahol a legkisebbek vannak, az van haladó futószáras, az van kezdő díjlovas, van haladó díjlovas, aztán még az fölött van még egy szám, az E8, ez fölött van egy olyan szám, úgy hívjuk, hogy Caprilli, amiben díjlovaglás is van és ugrás is van, ez az alapja az ugratásnak. És még van egy haladó Caprilli, és utána van egy kisugró és egy nagyugró. Ezekből a számokból áll össze ez a verseny. A rangos megmérettetésre meghívást kapott a lovasversenyeket egyébként is kedvelő Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. A lovas kultúra, egyáltalán a lószeretet, az a magyarokkal egyidős. Most már vannak olyan feltételezések is, hogy annak idején az emberiség a magyarok által szelidítette meg, illetve háziasította a lovakat. Azt nem tudjuk pontosan, hogy így volt-e vagy nem, de biztos, hogy a magyarság történetével egyidejű a lótartásnak a története is. Sajnos ez egy olyan kultúra, amit újra és újra kell tanulni, illetve egyre inkább vissza kell tanulni, hiszen a lovak már a falvakból is eltűntek. De sosem vagyunk elkésve ezzel. Remélem azt, hogy a következő években jelentősen tudunk hatni arra, hogy a nemzeti lovas kultúra újra megerősödjön. Nem csak a centrumokban, hanem mindenhol, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében. Én már vagy 30 éve, közel 30 éve lovaglok, de az nem ezt a lovaglást, vagy a lovaglásnak nem ezt a fajtáját jelenti, hanem távlovaglást, illetve ilyen hagyományőrző vagy hobbi szintű lovaglást kint terepen. Az egyes versenyszámok végén eredményt hirdettek a szervezők. A díjakat Potápi Árpád Jánostól vehették át a legeredményesebb lovasok.